Aj, de jó! Ülőhelyet találtunk. Itt vagyunk a hegy tetején, és egy gram szellő nincs, nem? Hiába Hát vagyunk hegyen. minimális az, szóval a jó a levegő, azt mondanám. Olyan minimális szellő van ahhoz képest, hogy hegyen vagyunk. Várjál, már ezt átrakom ide. Na, szóval jó a levegő, igen, és most így elidőzik az ember, mert olyan tök jó, kellemes, nem hűvös, az túlzás, de a kellemes most az idő, így a nagyon-nagyon meleg nappal után. Ez az egyik, a másik meg nagyon szép a látvány, mind mögöttünk, mind pedig előttünk. Szóval ezt így el tudnám képzelni, el tudnám viselni a mindennapjainkba. Az igazság, hogy a felvételen nem tudjuk átadni azt a részét, ahogy a toló kivilágítva van, mert technikailag ez nem mutatható meg, mert nem tudja, tehát ilyen nagyon pici fénypontokat lát, de hogyha az ember itt van, akkor teljesen más. Meg amúgy se, hát menjél fel a Gellért hegyre és fotózz le úgy, hogy az egészet át tudod adni, nem tudod. Vagy az egész Pestet, Budapestet, a Dunával, mindennel. Megy a göröggel a Igen, csak azt néztem, robogóval. Hogy itt a kábelen, nehogy itt nekünk át akarjon menni. Na szóval, meg ez a nyugi, most tényleg. Mert megmondom őszintén, hogy eléggé nyüzsis ez a... Mondtuk már, hogy ez nem a mi világunk, ez a toló. És nem azért, mert rossz. Azért is nyüzsis, mert földrajzilag úgy helyezkedik el, hogy egy két hegy között van egy kis völgy, és a kis völgybe kell mindent megoldani. Tehát egyetlen egy főút van, azon jönnek, mennek, ha kell, ha nem az autó. Ott vannak a vendéglátóhelyek is, nem? És mellette szorosan meg kell oldani a szállásokat is, hogy jó sok legyen. És van is belőle bőven, ami nagyon meglepett, hogy ilyen baromi magas hotelek. Tehát ez a 4-5 emeletes, vagy még talán magasabb. A baromi magas az azért túlzás, ahhoz, amihez mi szokva vagyunk, hát ahhoz igen, képest. Hát úgy magas, hogy az apartmanhoz képest, igen. Tehát több Mi a szintes. 2-3 szintes. És ilyen Akkor négy... az nem égdörgés nem, viszont. Ez a kapu volt. 2-3 szintesekhez vagyunk szokva. Ilyen nagyon elnyújtott, igen, ilyen elnyújtott apartmanok, és ilyen nagy hoteles részen nem voltunk, és itt van olyan is belőle. Ráadásul ilyen 4-5 csillagos, ami azzal jár, hogy a maga a hotel is úgy néz ki, hogy ilyen nagyon modern, a mai kornak már megfelelő hotelek is vannak. Szóval, ha valaki tengerpartot akar, luxust, kivitelezést hotelben vagy szállásban, azt itt megkapja maximálisan. Igen, az a helyzet, hogy nekünk mindig a természet inkább, amit keresünk, nem a szálloda érdekel, hogy mennyire csillagos, meg mennyire ragyogó, hanem a természet legyen nagyon szép, amilyen környezetbe kikerülsz az otthoni négy fal közül. És hát az tulajdonképpen így gyönyörű. Tehát ilyen szempontból nem lehet semmi probléma, vagy nem lehet rossz szavunk se, viszont az emberek többsége a szállást keresi, és itt az is tényleg olyan, hogy vannak ilyen, hát nem tudom, luxusnak, talán minden igény kielégítő szállás van. Hát van ilyen medence, színvonalas szállások van nagyon vannak. Ilyen kajával mindennel ellátott, all-inkluzívos, jól mondtam? Uh-huh. Igen, tehát azok is járnak hozzá. Meg jó nagy panoráma a panoráma, tengerre. Igen. Tehát az, abból nagyon sok hotel van olyan, meg apartman, mert azt meg lehetett itt oldani, viszont ennek a nem is kárára, mert lehet, hogy nem ez miatt, de viszont az is lehet, hogy én ahogy látom, hogy ez miatt is nagyon szűk a part. Tehát a tolónak... Már hogy a sok szállás miatt. Igen, vagy pedig a nagyon az, beépített, nem? Igen, azt akarod mondani. Hát a parton konkrétan, ha azt mondom, hogy 70%-ban a partszakasz az olyan, hogy van abból egy olyan legalább 30-40%-os része, ahol csak max. Egy ilyen napágy fér el. És semmi több, nem? Már tehát, hogy a part és a fal között. Tehát, hogy a víz és a parti rész, ahol száraz. Ja, lenne. Mert hogy igen, tehát ő azt akarja mondani, hogy a tenger után ugye, ami száraz még homok, az a kis szakasz épületben, tehát hát a part szakasz, ahol strandolni lehet, az épületben végződik, illetve kezdődik. Igen, mert vizes homok egy hosszú van. Szakaszon, és az a kis part szakasz, a fennmaradó part szakasz a víz és az épületfal között, az egy olyan 1-2 méter talán. Igen, és nagyon kimossa mindig, néha még a tenger is, tehát mindig szinte vizes a homok, száraz homok nincs is azon Igen. a részeken. Tehát így átmenni épp, hogy át tudsz így a tengerbe sétálni, tengerbe, hát szóval ahol már itt tocsogsz benne a vízbe a mezitláb, de az, hogy ott a törölköződet kirakd, az nem megy. Az ott nem napágy működik. Sincsen, meg napernyő, viszont
az ilyentől egy kicsit messzebb, hogyha megyünk. Ez úgy középtájban van, azt hiszem. Igen, közép, és onnan egész fel a kikötőig már csak szinte ilyen napernyős, napágyas rész van. Tehát ott végig csak napernyős, napágy. És egyetlen egy hely, a keleti legcsücskebb része, ami meg is kapta a kék zászlót, abban a csücsökben van olyan homokos part, amit mi úgy kedvelünk és szeretünk, hogy van a tenger, homokos part, és az legalább legyen egy olyan 5-10 méter, vagy minél szélesebb, hogy az emberek még jobban el tudjanak oszlani, hogy ne legyünk egymás seggében, és ne az legyen, hogy esetleg mondjuk az ember lefekszik, és akkor, hogyha olyan pekjes, akkor pont mondjuk egy magyar család van a szomszédban, és elkezd az otthoni dolgokról mesélni a görög tengerparton. Na, ezt úgy nem. Na, mint ilyen politika, meg egy negatív dolgokról. Igen, bármi olyan, ami tehát ezt kimegyünk nyaralni, akkor azért megyünk, hogy jól érezzük magunkat, még akkor is, hogyha ez most nem nagyon látszik, mert rohadtul fáradtak vagyunk, de hogy tényleg, hogy jól érezzük magunkat, és ne azt hallgassuk, hogy otthon mi a rossz, mert azért jöttünk el otthonról, és azért vagyunk most itt, hogy most itt jó legyen nekünk, legalább erre az egy hétre. Viszont már csak azért sem halljuk, mert nagyon kevés a magyar hang. Tehát ugye úgy értem, hogy a Magyarországról jött ember, az viszont nagyon kevés. Igen, itt az meglepően mert kevés, ahhoz képest, amihez mi máshol, szoktunk. Máshol, igen. Meg ráadásul már csak azért is, mert egyetlen egy busz jött le most is, egy busznyi ember. És mint hallottuk, emeltes busz nem is nagyon jön le ide, legalábbis úgy hallottuk, és ez miatt magyar hangot kevésbé hallani, minden egyéb más az van. Tehát, hogyha közel is van, nem is érted, ha esetleg olyanról is beszél. Ja, viszont az túlzás, hogy egy picit így jellemezzem, most már itt vagyunk második napja. Túlzás azt mondani, hogy túlzás azt mondani. Hogy? De muszáj mondom, legfeljebb megmagyarázom, hogy ebben a pillanatban most van egy olyan érzésed az egésztől, mintha Santorinin lennél. Erős túlzást mondtam, tehát ezt így felejtsd is el. Mert a Santorini az egy ilyen kékfehér épületekből álló, ehhez hasonló, mint itt ez a templom, csupa ilyen épületekből, illetve nem is ilyen, de a lakó épületek, illetve az apartmanok ilyen fehérre messzeltek. És nagyon sok, tehát a legtöbb az ilyen kékes színű. Itt nem. Tehát itt ez egyáltalán nem így néz ki. Van ilyen kék-fehér épület, de nem jellemző. Viszont most, hogy így este így lepillantunk így a hegy oldalba, a kivilágított részre, amikor Santoriniről, vagy az ehhez hasonlókról, akár a Kiklád szigetekről látni ilyen éjszakai képeket, akkor viszont hasonló. Nem? De nem mondasz, annyira nem túlzás, hogyha az építkezési formáját leveszed meg a színeket, tehát most felejtsd a kék-fehért, meg felejtsd azt, hogy szó szerint egymásban épülve, de viszont az érzést, ahogy járkálsz, az a szűk utcák, meg a egymásba zsúfolódott apartmanok, meg az elhelyezkedések. Meg a tűzőnap, nem? A tűzőnap plusz a völgy által, hogy így be van szorítva minden, és zsúfoltan van egy helyen, és ez miatt a partszakasz is nagyon kicsi. Én leginkább a partszakaszt, ha nézem, akkor tényleg olyan, mint mondjuk Santorini. Igen, de egyébként mi Santorinire, akkor pont ezért nem annyira nagyon-nagyon akartunk nagyon menni. Bármikor elmehetünk. Tehát nem probléma. Viszont, ha a strandolás részén nézed, akkor Sassaiban valószínűleg az van, mint itt. Tehát, hogy nincsen a sziklás adottsága miatt, meg az elhelyezkedés miatt nincsen annyi strandolos rész, csak a napágyas, napernyős rész. Igen, részre. És azt nem szeretjük, az ilyen napágyas. De nem is azért, mert fizetni kell érte, az nem... Az nem, viszont nagyon durva. Egyébként az 8 euró 8 euró két főnek, napernyő, napágy. Igen. És nem azt mondom, hogy sok, mert lehet, hogy valakinek nem sok, de nekünk sok. Hát számoljunk mondjuk a nem. 6x8. Várj. Nem az, hogy sok vagy nem sok. Mi nem szoktuk ezt meg, ott nem kell fizetni, ahova mi járunk. Ez az egyik. A másik helyen, ahol jártunk, ott kellett fizetni. Hogy is volt? Ha fogyasztasz, akkor nem kell, ugye? Igen. Ha és fogyasztasz, amúgy, valamit, ha csak oda leülsz, akkor fizettetik meg, de az se 8 euró igen, volt. Igen, nem. De hát az, valami hogy fogyasztasz minimális. És már használhatod, az szerintem a legkorrektebb. Igen, most kész igen, egy frappét, ketten vagytok 4 euró, és még mindig érzed, hogy kaptál valamit. De viszont igen. Itt a 8 euró, csak a napágy és a napernyő,
Egy picit sok. Meg gondolj bele, hogyha egy frappét kér valaki, azt megissza, azt elmegy. Szóval azt nem is sajnálhatja tőle azt a napvágyat. Igen, mondjuk az kellemetlen helyzet alakulhat ki, ha esetleg mégis ott strandol egy óráig egy frappé mellett, szóval akkor... De az egy-egy óra, az belefér. De lehet, egy nap... az egész napot. Á, hát az kizárt, az Fenet kizárt. Itt ez a szokás... Más nem elmegy pisini. Igen, itt ez a szokás, hogy ennyibe kerül. Ezt igénybe venni nem fogjuk, az biztosan, viszont... ahol meg nincsen napernő napágy, ott meg nagyon zsúfoltnak tűnik egyelőre a második napról nézve a strandolási lehetőség. Tehát mind a parton, mind a vízbe is nagyon sok. Nem az a zsúfolt, hanem a napágyas, és nagyon kicsi az a rész, ahol nincs napágy. És ez miatt tehát az emiatt is. Az is zsúfoltá válik, igen, mert nincs lehetőség. Tehát igazából mi fulla csak a homokba szoktunk menni és strandolni, és minél inkább az emberek tengertől, emberektől távol. Tehát tényleg amikor a legjobban így eloszlanak az emberek, egy idő után úgyse tud ezt elkerülni, nyilvánvaló, hogy telnek az órák, a nap, ahogy belemegyünk a nap közepébe, akkor úgyis jönnek az emberek. De amennyire lehet, ezt szeretjük elkerülni, és olyan helyre menni, ahol nincs sok ember. Hát itt ezt nagyon nehéz megoldani. Szóval a strandulás része az ilyen szempontból nekünk nem annyira oké, de hát most ez ízlések és annyi pofonok. Annyi minden vár még a következő napokban. Ez az egyik. Tehát a holnapi nap jön a hidrahajókázás, plusz még a Hidraszigetren egy 3 órás ott töltött idő. Nem tudom kimondani, S-betűs szigeten is egy 2 órás idő. Spetses, és még ezután nem majd még, ha minden igaz, akkor tervezzük, hogy lemegyünk Nafplióba is, jól mondtam? Nafplió szerintem. Nafplióba, Budapest, miről beszélek? Oda nem megyünk, most egy darabig. Görögország annak idején, mint fővárosa volt, nem? Ez a Nafplió. Igen. A kicsit tón valamit mondjak is. Csak ne American nyelvül. És azután pedig, hogyha nagyon tetszik a hely, akár többször is elmehetünk, mert a helyi járata mindössze 1,80-as pénzért, felülhetünk a helyi járat, és 20 perc alatt Nafplióba vagyunk. És akkor körbejárhatjuk azt a várost is. Ja, ezen még gondolkodunk, hogy legyen, hogy most így helyi busszal, vagy lábbusszal, vagy még első, ez képléken. Első alkalom az helyi busz lesz, megnézzük a járatot, ahol megy, és hogyha a lábunk bírja, meg a terep nem nagyon problémás, akkor az is lehet, hogy még megtesszük gyalog is azt a távolságot. Ja, de ami engem most nagyon piszkál, Narancsligetbe eljutni valahová Narancsok között. Az lesz. Azt itt, ahogy így elindulunk befele, most fentről megnéztem itt, ahogy vagyunk, ott lenne a völgybe, ott nagyon sok lehetőség van, ahogy átmegyünk arra fele. De az nem biztos, hogy lesz így. Hát az nem biztos, hogy van narancsafán, mert azt nem láttam, hogy van-e narancsafán, de fa az de biztos nem, van. De nem, fa, hogy fa. Fa van, ültetvény van, jó, csak hát hogy van-e narancs rajta, azt nem tudom. Olajfák vannak inkább, nem? Nem, narancs, meg hó, lehet ismerni, ilyen nagyon zöld és nagyon zsúfolt, az olajfa meg ilyen szórtabb, úgyhogy úgy láttam, hogy az narancs ültetvény volt, de lehet. Olyasmi, mint az a bokor, ami... sövénynek való bokor, olyan csillogós. Na mindegy. De szóval akkor visszatérve, mert aztán szerintem zárjuk is le. Igen, mert holnap reggel korán kell kelni. Igen. Elmegy a hajó a kikötőbe. Húzhatunk utána. Igen, várni. Szóval ott a szállás amúgy valószínűleg nem lesz meg, mert írtunk egy... Hogy hívják ezt magyarul, basszus? Szállásadónak, aki viszont egyelőre még nem írt vissza, és a holnapi napra már kellett volna ma jelezzük este, hogy máshogy jövünk vissza, de ez a visszajövetelt, mivel nem tudjuk jelezni, mert nem írt vissza, ezért kevés az esély. Igen. De még bármi úgyhogy lehet. Még bármi lehet, mert még azon is gondolkodtunk, hogy ott alszunk egy padon. Ez nagyon jó lenne. Csak ezzel is az a baj, hogy 2 éjszakát kellene ott aludnunk, mert hogy a hajó visszafele csak úgy tudna minket visszahozni. Mert hogy az eredeti terv szerint nem nincsen csütörtök péntek szombaton, csak csütörtök szombat most. Mert hogy úgy indultunk el, hogy van pénteken is tudod visszahajó. Igen, nem. És nincs akkor egy minden éjszaka nap... nem lett volna gond. Ez a hajó, ez a szervezett programnak a hajója, ami ugye a turistát oda viszi innen minket is. És ő is hoz vissza. És akkor mi nem jönnénk velük vissza, hanem másnap jönnénk vissza, de ők másnap nem tudnak jönni, csak harmadnap, ez itt a bibi, emiatt nem tudjuk megoldani, legalábbis ebben a pillanatban úgy néz ki. Na de visszatérve a előttünk lévő, hogy én a Santorini-hez hasonlítottam,
ez nagyon erős túlzás volt, de tényleg a mostani látvány, hogy egy hegy oldalban ennyi épület, és ezek az éjszakai fények, annyira szép az egész. És akkor plusz meg itt a hátunk mögött ez is, most így a kettő egybe azért úgy egy nem akármilyen feeling. És ő nagyon jól mondta, hogy ezek a szűk utcák, meg... A parti része, a parti ahogy adja. Hát, a parti rész nem tudom, hogy ott hogy van, egyáltalán semmi fogalmam. Hát a képeket, amit láttam, nincsenek, csak ilyen nagyon pici öblök, nagyon pici napernyős részek, és ennyi. Tehát mindenképpen zsúfoltság van. Mindenféleképpen, igen, mert de... kicsi a hely, mert sziklás az egész hely. Igen, de szóval ez a tök fehérre meszel dolgok, meg még az út is, járda is, minden is, na az itt nincs, tehát ez nem... De tényleg az igaz, hogy ilyen szűkös, és ez olyan aranyos, kedves az egész. Amit meg már mondtunk, ami negatív, legfeljebb ezek a régi épületek, ami ilyen kihalt épület. Tehát egyszer nem épületek. Érthetetlen, hogy van két vadonatúj hotel, üveg, ajtókkal, csili-vili, és közte van egy olyan... Elhagyott, nem befejezett most... építkezés. Igen, igen, csak de nem... Jesszusom, a kabóca! De most így nem hirtelen akartam egy példát felhozni, csak nincsen meg az emlékem, hogy milyen épület volt az, szerintem az is hotel. Szóval adott két ilyen nagy üvegajtós csili-bili hotel, és közt egy harmadik, ami viszont nem félbehagyott, hanem épp az, hogy bezárt. Szóval így nincs ott ajtó az ajtónyílásba, és akkor ilyen nem értjük ezt. Tehát mint hogyha így elsöpörte volna egy vihar az egészet, vagy... Valamiért elmentek volna innen hirtelen. De mint építkezés nem lett befejezve, tehát nincsen. Felújítva nem. Nem, hát az lejött, vagy nem tudom, nem. Jó, sokféleképpen van. Van, amelyiknek teteje sincs itt a domboldalban, és van, amelyik nincs befejezve. Na, az még csak nincs. Csak a betonszerkezet, aztán annyi. Igen, de nem ez a jelenszöbb. Na, de van belőle ilyen-olyan is. Viszont ezt leszámítva, meg azt leszámítva, hogy még mennyi mindent tudunk a környéken megnézni, és meg is fogunk nézni, nagyon jó hely azoknak, akik ezt nagyon szeretik, mi is tudjuk kedvelni, szeretni egy hétig most. De szerintem a hetedik nap után se lesz az az érzés, hogy akkor ide mondjuk vissza akarunk jönni legközelebb is. Mindenképpen pozitívan fogunk rá visszagondolni, és szerintem ez a legfontosabb egy nyaralásba. Az, hogy nem akarunk visszajönni, ez szerintem is így lesz, de az nem azt jelenti, hogy bármi bajunk. Nem jövünk vissza. Nem igaz is lehet, hogy visszajövünk valami miatt. Hát az is lehet, de az nem jelent semmit, mert volt már másik hely is, ahova nem akartunk visszamenni, és végül is visszamentünk. Például nézzük a Hidra részét, holnap elmegyünk, és lehet annyira beleszeretünk, hogy már csak az miatt is, hogy lehet oda költözünk. Oda tudunk visszamenni. Lehet, hogy nem egy éjszakát töltünk ott, hanem innentől közben az életünk hátra levő részét. És a Santorini-nél visszakanyarodva és összekötve a Hidrát, azért az nem olyan, mint Santorini, ahogy emlékszem, viszont talán még jobb is, mert... Nem kékfehéres de, annyira. De, kékfehér. Nem olyan, mert nincsenek templomok, kupolák. De az már úgy... Az közelíti már úgy, azt, igen. Azt az élményt. Szóval holnap az valóra válik. Nagyon igen. Reméljük. Igen. Nem lyukad ki a hajó kereke, és nem fogunk elakadni menet közben például. Nem fogunk elakadni, sőt, külön egy egész delfin rajt fogunk látni. Az biztos. Ez külön az én kérésemre meg van rendelve. Elvileg 8 darabot rendeltünk, 8 igen. Delfint rendeltünk. Két kicsivel. Tehát 6 plusz 2. Ez úgy leosztva, hogy egyszer jön egy 4-es csapat, aztán megjön még egy 4-es csapat, mert hogy véletlen, ha lemerül a kamera, egyik vagy az odafele gond van. Útnál, egyik a másik igen, fele tehát, útnál. Hogy bármi technikai gond van, akkor utána a második 4-esre pótolva az előző problémákat le tudjuk őket fotózni és videózni. Így jelentkezünk majd delfines videókkal, nagyon reméljük. Köszönjük szépen a figyelmet, kellemes és nagyon nyugodt, szép álmokat és jó éjszakát kívánunk innen, Görögországból, a kékfehér templom árnyékából. Kali nikta. Sétáljunk oda. Oda sétálunk most, és kikapcsoljuk. Jaj, a lábam! És még innen le kell menni a hegyről. Jó.